Köszöntök mindenkit az Óbudai Megfigyelő Kertből. Az utolsó szüretnél tartunk az idei biológiai kísérletünknél. A cukkininél már egy 2-3 hete abba hagytuk a szüretet, mert nem volt több virág sem. Talán ez adta a legértékelhetőbb eredményt. A biokészítményekkel kezelt parcella 19 darab szép nagy termést adott, a másik kontrollparcellába 11 termés született. A paradicsom kísérlet is ugyanazokat a készítményeket kapta, tehát az Aminoret technológia kezdeti készítményeit, a cukkinéhez hasonlóan az italpolina szerves trágyával kezeltük a kísérleti parcellát, szórtuk be, majd jött a palántázás, ekkor a hortitab, mikorhizát és egyéb gombákat tartalmazó tápkorongot kapták közvetlenül a gyökerükhöz a kísérleti parcella palántái, majd még egy quicklink nevű, szintén szerves anyaggal beöntözést is kaptak, hogy jobban gyökeresedjenek. A paradicsom kísérlet kevésbé mutatta mindennek a hatását. Ennek az oka részben az, hogy egy ismeretlen termelőtől vásárolt, elég gyenge minőségű, nagyon könnyen rothadó palántákat tudtam csak beszerezni. Mulcsoztam, ez már július elején történt, és június közepén ki is törött egy palánta, egy bokora kísérleti parcellába. Tehát az eredmények ilyen módon nehezebben összehasonlíthatóak, de itt is a mai szület után, majd a táblázatot is közlöm, itt is több lesz az össz paradicsom szembogyó, mint a másikban. Ha forintosítanám a ráfordított anyagköltséget, néhány száz forintnál biztos nem több, amit erre az öt cukkini tőre kiszórtam, és itt tehát 19 darab nagyméretű cukkini termett, tehát ilyen módon bőségesen el tudtam látni a családot, de még a szomszédokat is a cukkinivel. A kontrollparcellában 11 termett, tehát az sem rossz, de azért én azt mondom, hogy a 8 plusz miatt érdemes egy-két ilyen készítményt bevetni. Önöknek is jó kertészkedést kívánok a következő évre, viszontlátásra!